Szevasztok srácok, folytatjuk a Bloodborne végigjátszását, és a mai részben el fogunk menni az erdőbe, ami itt van. Végig szaladunk az erdőn, megöljük a helyi két bosst, utána elmegyünk szépen a klinikára, megszerezzük a meghívót, és elmegyünk a kastélyba, persze ha lesz rá idő, úgyhogy a mai terv az ez lesz. Aztán, hogyha összegyűjtünk elég chunkot, akkor jó lenne, hogyha így plusz 9-re fel tudnánk rántani a fegyvert, mert utána egy köpésre van az a nyersanyag, ami plusz 10-zé tudja varázsolni majd a Blade of Mercy-t, csak ahhoz meg kell ölnöm még kettő bosst. De ez vagy a következő, vagy az az utáni részben lesz. Na, szóval, erdő, itt már jártunk egyszer. Ó, ez jó cucc. Na, szóval, nekünk ami kell, az... Hát először, hogy ő ne lőjön le. Meg te ne üssél meg, én gyorsabb voltam. Jó, itt ha jól emlékszem, van egy Twin Shard. Igen, és tényleg csak egy darab volt. Ez... Csapda, de rálépünk, mert a poént, hogy elszálltunk a csapda alatt. Oké. Szóval, hello me. Elfelejtettem, hogy te nem staggerolsz. Ez nem kap staggert. Nek akkora poéza van, mint ide irak. Ezt hogy felejtettem el? Oda akartam elmenni. Erre feljövök ide, majdnem meghalni. Tök jó. Na, igen, arról jöttem. Itt lesz pár kutya meg a gazdája, hurrá! Hello, jó napot kívánok! Melyikőjük tetszik ide jönni? A pajzsos. Pont te! Még jó, hogy nem védekeztem, hogy pajzsotból lepattan a fegyverem. Rép. A lootoltam, nem zavar! Jó, te meg... Fejezd abba a dobálózást, köszi! Meg a haverod is. Ez az. Én mondtam, lepattan róla a fegyverem. Ez az egyik átka. Hogy kicsi. Na, azt mondja, itt mi van bent? Ja, egy ilyen meg majd madár. Na gyertek! Úgy. Jó, ide csak ezért jöttünk, semmi másért. És már is van 14 ezer bladekónk. Jó, ott tovább tudok menni a faluba, de én még nem akarok, hanem erre. Pá. Jó, azt mondja, hogy ezt vedd már fel. Beast Bat pellet. Ez a pellet egyébként azt tudja, hogy bekapsz belőle egy darabot. Fönt középen megjelenik egy kis csík, és ahogy ütögetsz egy ellenfelet, az a csík az elkezd egyre jobban töltődni. És minél magasabban van a csík, annál nagyobb a sebzel. Kapsz ilyen attack bónuszt, tök jó. Nem erre akartam jönni szerintem. Vagy igen? Várjál. Tájékozódunk. Ott a falu van. Nekem erre kell jönni balra. Itt lesznek a kutyás ketrecek. Aha. Jó, erre akartam jönni.
igen, az egyik nyitolom. Meg még egy. Na, szóval. Erre elmegyünk, de a klinikára még nem megyünk be. De ide bejövünk a gemért. Fú, de fogom utálni ezt a részt. Konkrétan, ami nekem kell gem, az lehet pont itt van alattam. Fú, már csak belegondolok is rosszul vagyok. És ezt a barlangot, amikor először játszottam, meg se találtam. Csak nagyon sokára, és szerintem tök véletlenül. Valami meghat. Hogy miért utálom? Ezért. Vannak itt ilyen hülye kígyók. Utálom ezeket a kígyókat. És azt hiszem ezért jöttem ide. Mondjuk van itt még egy-kettő jó cucc, úgyhogy azokat is felvesszük. Ezt hamizd be gyorsan. Ez is egy jó gem lesz. Nem tudom, hogy melyik az, ami nekem kell. Ott is van egy gem, vagy valami. Ez nem gem, de ezt is felvesszük, ha már itt vagyunk. Jól van. Nem tudom, hogy ezen kívül van-e még itt valami. Jó, és akkor itt szépen felmászunk. De a klinikára nem megyünk be. Csak kinyitjuk az ajtókat. Remélem, hogy azt még lehet. A shortcutokat kinyissam. Mert úgy olvastam a wikin, hogy a klinikára nem menjek be Rom előtt. Tehát én hivatalosan nem megyek be, csak a udvarára. Kinyitni itt ezt a shortcutot. Tehát én a klinikára nem mentem be. Itt vagyunk a játék első területén. Szevasz! Bementem a klinikára, vagy nem mentem be? Na, náhogy nem. Remélem, hogy a játék ezt így elengedi nekünk. Nagyon jó. Hunter's Dream. Az jó, mert így legalább elmegyünk szintet lépni. És majd, hogyha megöltük a pókot, majd akkor megyünk be. Mennyibe kerül egy szint 10 000-be? Azt szerintem össze tudom kapirgálni. Ilyenből. Röhögve. Adjál még staminát. Ez az. És akkor visszamehetünk az erdőbe. Oké. Na. Ez egy kész labirintus lesz. Meg eléggé hosszú a terület, úgyhogy szerintem a mai részben nem fogunk elmenni a kastélyba. Az majd a következő részben lesz. Már most elmehetnék egyébként, de akkor a Józefkának a kordját elbuknám. És nekem az a kord az kell. Korda, Gyuri! De hogy lehetek ennyire hülye amúgy? Tehát elmentem oda a hülye mérgezős barlangba, felvettem a faszagemeket és nem rakom be a fegyverbe.
Ó, Isten, Pisti. Az plusz atak. A plusz atak az meg kell nekem. Mert alapjában ez egy kurva szar fegyver. Na. Szóval. Ide jógemem nincsen. Ide sincsen jógemem. De ide viszont van egy 9,1%-os. Ez plusz 5% a mostanihoz. Na. Erről van szó. Ah, Istenem. Most mehetünk vissza megint az erdőbe, töltőképernyő. Tudtam egyébként, hogy van ott egy nagy százalékos gem. Sőt, hogyha elmegyünk majd a Unseen Village-be, ott lesz egy 18 százalékos is. Azokat szépen bepakolgatjuk, felhúzzuk a fegyvert, aztán mehetünk dungeonozni. Ahogy én azt mennyire nem kívánom. Senkinek. Ezt nem tudom, hogy mit akart, így hátra nyúlt a seggéhez. Na jó, ezt még egyszer nem játsszuk be. Na, szóval, menjünk a hosszabb úton. Mert a hosszabb úton lehet takarítani. És beszorítom magam a sarokba. Így egy HP-val. Nem akartok ketté válni, nem? Hét-harminc-három. Nice! Twin Shard. Vissza kéne menni, mert ott volt egy csomó item. Azt miért nem vettem fel az előző körnél? Hajj már meg! Én nem tudom, hogy dobáltok, de azonnal hagyjátok abba. Innen fel tudok menni hozzájuk. Fel bizony. Följezd már be! Meg te is. Na. Bloodwire. Tehát mit hagytam itt? Egy Twin Shardot, meg Bloodwire-t. Te mit dobtál? Bloodwire-t. Jó. Na, most már tényleg mehetünk tovább. Szóval az a lényeg, hogy én most azért jövök erre a hosszabb úton, mert ez felvisz minket a terület körülbelül közepére, a tetőkre, meg minden. És onnan lövöldöznek, meg dobálnak ám, hogyha a másik úton mész. És így legalább kitakarítom magamnak a helyet. Ja, ezt a házat keresem, hülye! Round to the right of the great cathedral and seek an ancient shrouded church. The gift of the Godhead will grant you strength. Yes, I'm unquestionably certain. Köszpecsiz.
Na. Oké. Hello, madár! Még jó, hogy nem ugrattál rám. Itt valami fehér ruha van fönt, ha jól emlékszem. Aha. White Church. Megint gesztúrázik alatt, meg se... mozdítottam a kontrollert, itt van az ölemben. Meg se mozdítom a kontrollert, és csinálja a gesztúrákat. Hogy ezt nem lehet kikapcsolni. Mondjuk nekem is ennyi eszem van, hogy már rég kicserélhettem volna a Nakonra. Hello. Tök érdekes egyébként, mert hogyha eleve erről jövök, itt a Pecsiz ház, tehát eleve erről jövök, rám csukja a kaput. Blue Elixir. Ez sem egy szarcuc. Azt hiszem, hogyha ezt megiszom, akkor... Aha. Elrejti a testemet, és nehezebben vesznek észre a ellenfelek. Meg itt van egy zsákos. Hogy én mennyire utállak. Ilyen Frodo. Meg ez, hogy átklippel a testén. Az anyádat. Mellé. Ja, azt hittem forgatni fogja. Nem. Mondjuk ezt is perészettem volna. Ha tudnám. Hát nem. Én ezt a zsákost soha nem fogom tudni rendesen perizni. Nézd meg. Mondom, nem tudom perizni. Csak akkor nem tudom, mit szenvedek vele. Ennyi. Hogy fogom, kidodzsolom, leszúrom, jó napot, nem? Én itt szenvedek a perivel, hogy hát, ha sikerül, holott tudom magamról, hogy ezt a fajta ellenfelet nem tudom normálisan. Rohadt késletetett támadásai miatt. Na. Ez például oda lentre dobálta volna tűzbombát az olajos vízbe. Tök jó. Meg a haverja is. Te dobtál valamit, mielőtt így elindulok? Nem, jól van. Mi emlékeztem, hogy itt van itt? És fejezd már be a dobálás, jó? Nézzétek, én ledobtam a bombát, és így felgyulladt minden. Na. Nem mondom, ott ezt akartam. Molotov koktél. Hát... én azt most nem szeretném dobálni. Most az a baj, hogy nem tudom, hogy merre van az arra. Aha! Meg anyádat. És vissza lecsúszik, érted? Jó. Gyere te is, ne lövöldözzél ott fenn, mint egy hülye gyerek. Aj. Hopp. Body, ammo. Blood wheel. Ó, de merre megyünk még? De van valahol egy shortcut, azt kéne megkeresni. Ah,
Hoppá, szép állapot. Twin Shard. Á, itt van. Itt voltam. Itt voltam a shortcutnak a bejárata előtt. Jól van. Már is van 26 ezrem. Hát, most jöttem be az erdőbe szinte. Nagyon jó. Észrehet valamelyik? Azért, mert a Herián itt estem volna le, igen. Aha. Nem kéne magam beszorítani. Nem kéne magam megöletni. Oké. Na, te meg. Erre azt most lövődözzél. Jó volt ez a szúró támadás. Se nem dodzsoltam, se nem futottam. Ja, és ezt tud ilyet is. Hopp! Sprintből heavy attack. Ilyen. Wow! Dupla vágás. Ezt eddig nem is tudom, miért nem csináltam még. Aj, már meg. Hülye vagy? Halott vagy. Az a baj, hogy itt nem tudom, hogy milyen item van lent. Ezt azt kiderítjük. Andy dude. Hát kösz. Most már tudom. Az mondjuk úgy is fog kelleni a kígyós területre. Rohadtul meg tudnak mérgezni. Jó, ez lett volna egyébként a faluba a következő, vagy egy másik bejárat. Arra van a kutyás terület. Itt egy csapda. Csak én direkt a hosszabb úton mentem, hogy ezek itt innen föntről ne nagyon tudjanak már engem így lövődözni. Megdobálni tűzbombával. Meg innen jöttél ki? Ott bent van egy item. Látom, hogy világít. Ó, és milyen jó, hogy felvettem. Ho-ho-ho. Katedrálvardba majd egyébként vissza fel kell menni, hogyha meg lesz a fenti résznek a kulcsa. Mert ott van egy olyan tárgy, amit hogyha megszerzek, akkor ilyet, ilyen pelletet tudok venni Insight-ért cserébe. Na, nekem viszont erre kell jönni. És hogyha fent nem ritkítom ki a placot, akkor ebbe az olajos vízbe dobálják a tűzbombát a köcsögök fentről. Felvenném egyébként ezt a tárgyat, kösz. Na, akkor jöhet az ágyús Jóska mindjárt. Aztán majd cikcakba kikerülgetjük. Már most elkezdett lövöldözni. Egyik házról a másikra. Ide szépen átszaladunk. Persze lövöldözzél csak nyugodtan. Megint lőni fog, azt megvárom. Jó. Futi! Ide úgysem tudsz lőni. Haj meg! Nice. Na és akkor megnézzük itt ezt a két viskót is még. Jaj, ne a gerebi is. Észrevett, észre hát.
annyira kemény, hogy így a Blade of Mercy-nek ilyen movesetje van, hogy dodgeball ráfordul az ellenfélre és úgy szúr le, vagy úgy szúrja meg. Tehát, hogyha a hátad mögött is van, akkor is ráfordul. Tök jó. 40 000. Most ha kéne egyébként egy rövidítés, vagy egy rövidvágás, ahogy szoktam mondani. De előtte megöljük a utolsó NPC-t, aki meg tudja ölni Ariannát. Ó, hogy én veled mennyire nem akarok harcolni. Pont ezért. Döglés. Tempering Lard Gemstone. És 3-as volt. Ötszázalék damage, meg poison. Au. Ez egy puppet fight. Na gyere te is a gerebiéddel, vagy mi van nálad. Oj, de fáj! Ezt ne csináld már többet, jó? Így. Ne csináld, mert rohadtul tud fájni. Jó, de hosszú ez a létre is. Fákja. Csak hogy lássak már valamit itt a sötétben. Poison knife. Nagyon jó. Na! Itt vagyunk az ágyús rész fölött. És hát ne haragudj, haver, de... Hát te itt felzabáltad az embereket, úgyhogy neked vesztened kell. Have you got a screwness? Or is it your animal intuition? You hunters have got more blood on your hands. Csak nem emlékeztem, hogy ez így átváltozik. Au! Futás van! Tényleg nem emlékeztem, hogy ez átváltozik. Ezt tudom perizni? Hát fákjával biztos nem. Ez biztos, hogy nem tudom. De miért nem futottál? Mit csinálsz? Csak mondom, hogy a dungeonből ez is boss lesz. Fejezd már be. És együttésre öl meg, érted? Megöl együttésre. Jó, hát most okosabb leszek és kinyitom a shortcutot. Hát remélem, hogy ez attól függetlenül ott van még. Ez is szép volt.
Remélem megölsz. Negyvenegyezer Bladeko oda. Nem tudom, mit csinálsz, de ne csináld. Felvetted a Bladekoimat, azt a keveset. Hurrá. Hol van az a kurva rövidítés? Kurva rövidítés, egy ilyen hülye kígyó vigyázza. Akit itt hagyok. Negyvenezer Bladeko, édes istenem! Jó, hát dungeonben úgyis ki lesz farmolva pillanatok alatt. Veled nem beszélünk. De mennyiből tartott volna csak ide eljönni? Greedy voltam. Hatchers are killers, nothingness! You call me a beast? A beast? What would you know? I didn't ask for this. Hajj meg! Rohadjál el, jó? Beast. Jól van. Ővel egyébként nem lett volna muszáj foglalkozni. Tehát akár itt is hagyhattam volna, mert szerintem magától nem találja meg Ariannát. Mert nem tudom, de szerintem nem találta volna meg magától. De viszont ha beszélek vele, akkor elmondom neki, hogy hol van. Tehát elmondhatom neki. És akkor meg oda megy és megöli. De úgy voltam vele, hogy inkább megöllöm a faszba. Nem, még csak nem is az van, hogy itt hagyom. Halljon meg. Legalább volt némi kihívás. Igaz, hogy ez a kihívás, ez 41 ezrembe került, de... megdöglött. És innen a kígyó arc hova tűnt? Ja, átment oda. És az a baj, hogy ezt meg se lehet támadni hátba, mert a kígyói látnak hátrafelé is. Figyeld. És nem. Pedig általában észre szokott venni. Nem halt meg! Érted? 0 HP-val még túléli. Az ilyet deutálom. Szevasz! Az összes ilyen kígyót utálom. És ez az erdő, hova most megyünk, nem, még csak most megyünk be az erdő mélyére. Tele lesz ilyennel. Viszont úgy emlékszem, hogy az erdőben vannak már csánkok. Ha annyira meg akartál halni, én nem akartalak megölni, itt akartalak hagyni a hídon. Ez az elektromos szar, ez nagyon szar volt. Jó, három vágásban vannak a kis kígyók. Hát, igen. Lehet, hogy kicsit meg fogom érezni ennek a 4-5 színnek a hiányát.
Arra szerintem most pont skillre raktam volna, hogy legyen sebzésem. És az lehet, hogy pont annyi lett volna, hogy ezek a kígyók kettőbe halljanak bele, ne háromba. Hát mindegy, ez van. Annak vissza fog jönni egyébként ez a pár szint, csak nem most. Rohadt labirintus egyébként ez a terület. Ott is ott egy item. Már most nem tudom, hogy merre vagyok arccal. Pedig még be sem mentünk a sűrűjébe. Beleestél a tűzbe, mondd, hogy megöl. Köszönöm. És harc közben arra vakarni. Ez is egy kicsi. Aha. Ez a nekifutó támadás, ez egy instant megöli. Az ilyeneket egyébként jó tudni. És ezen a pályán egyébként soha nem találtam, illetve megtaláltam, de mindig tök véletlenül. Tehát így tudatosan soha nem tudtam, hogy hol van a rövidítés a boss felé. Mindig a dupla liftes megoldást választottam. Hát jól van. Akkor vegyél észre. Nem tudom, mennyire lesz jobb, mint ami most van nálam, majd mindjárt megnézem. Hát... ugyanolyan, igazából. Vagy majd megnézzük. Ó, az anyádat! Ez nagy kígyó. Menj bele a tűzbe, azaz. Azaz, állj is meg benne. És természetesen meg kellett, hogy mérgezzen. Twin Shard. Ha! Hát biztos, hogy nem ugrok le. Oh! A kurva anyját, a kígyó fejű. Ott van az egyik chunk. Amúgy. Hogy mi van? És az a nagy kígyó hogy vett észre? Ne szórakozzál már. Jó, hát akkor megyünk és előbb megöljük azt. Ne köbdössön engem mindenféle mérges szarra.
És visszamegy a helyére. Jó, először a kicsiket. Twin shirt. Pá. 1600 nem olyan rossz érte. Méreg ellenállás. Jó, akkor ott nem ennyi élet. Mondjuk erre a területre egyébként tök jó jön. Egy HP-val érebben maradt. Nem ő az. Hát mondom, csinálok egy ilyen nekirohanós támadást. Nem. Ő úgy volt vele, hogy nem. Oda utálom ezeket a kígyókat. Hey! Rohadjál el! Fúj de! Gyűlöllek. És ennek meg még egy hit kell. Na, van egy csánkom. Úrá. Most neki el gesztúrázni, hihetetlen. Egy gesztúrázzál már. Az a baj, hogy nem tudom, hogy a többi csánk hol van az erdőben. Pedig jó volna. Mennyi csak 16-os, jó van. Na, újra! Itt a shortcut. A bosshoz. Megtaláltam. Nyilván nem fogok bemenni még hozzá. Hol az Istenben vagy már? Egyszer. Ó, van ott még egy. Így talán megvéd a fa, de én meg át tudok mellette dolgozni.
Bazd meg, ez elfogyott. Na, miért kockáztattam az életem? Shard. Shard. Lépszi, aha. Shard. Shard. Egy rúnájé, meg egy ragadt shardé. Eldobáltam az összes molotovot, ami itt volt a kezemben. Hát jó. Mindjárt kijutunk már ebből a szar erdőből. Ez meg visszahoz engem valahova erre. Aha, hallom a UFO fejűeket. Itt vannak lent, majd oda is elmegyünk. De még nem most. Ez például nem tudom, hogy honnan került elő. Vagy a földből mászott ki, vagy a fáról ugrott le. A volt rajta némi sérülés, úgyhogy szerintem föntről esett le. Ez... Nem tudom, hol van. De itt még nem jártam. Ha jártam volna, akkor ezeket biztos, hogy felveszem. Meg ezt megölöm. Jól van. Hát ez meg a terület eleje. Tök jó. Visszajöttem az elejére. De akkor ez hogy van életben? Helytély! Helytély! Helytély, hogyan van életben? Ott volt a nagy kígyó. Itt volt a kettő másik nagy. Jó, hát akkor... Itt szemben meg a shortcut a bosshoz. De még mindig nem arra megyünk, a másik shortcutot nyitjuk ki. Őt meg... Megutáljuk egy életre. Azt kérdezitek, miért? Ne idéz magának kis kígyókat. Halac, a cimalac. Ah, ott van. Na, és akkor most fel fogom dugni a hüvelykujjam a segítségbe. BAM! Haverjaid, itt a börtönben többet adtak a izé nélkül, a rúna nélkül. Jól van, nem kell ám itt felmenni, nem azért próbálkozom. De azt hiszem egy armor set. Az meg nem tudom, sose tudtam fölvenni. De így viszont csak két vágás. Hogyha egy kézbe fogom a fegyvert. Miért? Istenem, miért büntetsz ez az ellenféllel? Kicsit elcsaljuk. Neki futás! Neki futás! A neki futás támadás után még nyomtam egy keresztvágás hátra a kombót. De van egy ilyen vágása a fegyvernek. Ezt még benyomtam utána, és akkor úgy kiugrok a range-éből. Tök jó. 44 000.
Jó van, ebből szintet kéne lépni lassan. Ott egy cecim alatt. Na, álljál már fel két lábra. Így is jó. De balról is hallottam ám. Nem. Balra nem volt. Pedig tökre úgy hallottam, hogy balra is van malacka. Bár mondjuk hogy lenne, az egy kicsit odébb van. Az a baj, hogy nem emlékszem, hogy itt milyen rúna van. Nem is ezt akartam nyomni, hanem ezt. Deep, deep, deep. Itt. Aha. Most lenne 91 ezre. Várja, mennyi? Hát, majdnem. 89 ezrem lenne. Durván 90 ezer, hogyha nem bukom el a másik 40 ezret. Az a hülye villanyos bíztel. Full. Őt nagy ívbe kikerüljük. Nem tudom egyébként itt az erdőben ezen az egy csánkon kívül van-e még, de én úgy emlékszem, hogy kell lennie. És megvan a baszó shortcut. Úgyhogy most elmegyünk szintet lépni. És utána meg bemegyünk, megöljük a bosst, utána megyünk a pókhoz, és minden fasza lesz. És én még a mai részben el akartam menni a kastélyba, hát nem fogok. Hol van ennek a... Ja, itt. Jól van. Az a baj, hogy ott az erdő sarkában, ott az, ahol hallottam ezeket a ilyen blugy-blugy hangokat, ezeknél az UFO hangúaknál van-e valami hasznos tárgy, ami nekem esetleg kellene. Fogalmam sincs. Jó, azért annyit ne. Jó, még 2000-et összeszedünk. Ez biztos annyi. 7200. 35 skill. Az teljesen jó amúgy. Ó, fegyver, abár... Ja, javíthatjuk. És akkor megnézzük, milyen gemeket tudunk belerakni. Nem, nem, poisonous. Ezek is szarabbak. Nem. Jó. A moon az kell, ez bullet. Frenzy. Ez a frenzyre, ez jó lesz. Majd később. Poison, Moreco ben van. Jó van, hát semmi használható. Úgyhogy... erdő. És jöhet az első bosszunk. Hogy meghaltam annál a beastnél? Buktam 40 ezret, akkor is, hogyha nem is 4, de 3 szintet tudtam volna belőle lépni. Én egy dungeonben visszafarmalom úgyis.
Csak azért mégis egy kis tökön szúrás volt, hogy azért az 40k, az 40k. Ez a csávóval még mindig nem beszéljön. Mr. UFO fej, vagy még így jó fej. Azért mondtam, hogy UFO fej, mert nagyon gondolkodom rajta, hogy őt is meglátogatjuk, de ő egy kicsit odébb van. Ég ágyom. Hát maradjunk annyi, hogy nem bánnám, hogyha elsőre lemenne ez a boss. Még mindig nagy ívben. De előtte elmegyünk ide az UFO fejűekhez. Megnézzük, milyen tárgyakat rejteget itt ez a kis zug. Milyen tárgyakra vigyáznak. Hello. Na, adócs mester. Ó. Ó, és elég jó XP-t is ad. Na, ha meg a szőrös fejű, azok varázsolnak. Nem, nem, nem. Nem varázsolhatsz. Nem, nem, nem. Ezt fogod spammelni? Ú, te gané vagy. Anti-clockwise, mindjárt megnézzük, hogy az mit csinál. Az anti-clockwise. Itt még van egy, ide hallom a hangodat. Na, anti-clockwise. 10% stamina. Azzal most érdemes lenne visszamenni a Hunter's Dreambe. Hogy kapjak még staminát. Ez a 10% az 10%. Úgyhogy vissza is megyünk. Vagy a töltényt, vagy a Blood Vial-t kicserélem rá. Ja, ötletem most nincs. Ilyen tripla töltőképernyő jön most amúgy. Jól van. Ez fun volt. Na, nézzük, mit cseréljünk ki. Ez Max Blood Vial, azt már ki is cserélem plusz 10 az a staminára. Jó, szintlépés, ez mennyi kell? 14 000. Hát megnézzük, 5000-et össze tudok-e valahonnan varázsolni. Bár kétlem. Az ágyút úgyse fogom használni. Farewell,
és vissza az erdőbe. A mai videóban attól függetlenül megöljük Romot is. Tehát így azt nem hagyjuk élve. A rész elején azt mondtam, hogy megöljük a két bosst, akkor megöljük. Na, a liftet szerencsére felküldtem, amot viszont szerintem... Hát, ha volt eszem, akkor ott is. Majd úgyis mindjárt kiderül. Fá. Miért nem mentél rá a gombra? Kösz már. Kösz, hogy alig kellett könyörögni, hogy felmenj. Jól van. Na, cucumalac. Erre. Szexuálisan megza... Itt egy item. Remélem a kígyó nincs itt. Ez baj. Akkor is megcsinálom. Még a fölösleges is. Jó. Úgyis tudtam, hogy ad Bloodba jött. Azt mondja, hogy tovább megyünk. Ezt lekaszaboljuk. Mind a kettőt. Jó. Fejezd már be! Nyilván amúgy. Kösz egyébként, tök kedves volt, hogy te legalább addig nem jöttél oda. Pedig láttam, hogy elindultál. Tök fölöslegesen elnyomtam egy healt. Az GG. Az ügyes volt. Gratulálok, Pisti. Tényleg. Nagyon-nagyon ügyes voltál, hogy fölöslegesen elnyomtál egy Bloodwail-t. Hú, emlékszem, amikor először játszottam Bloodborne-t. Haver annyira esküdőzött, hogy itt van egy lámpás. Mondom, de hidd el, hogy nincs. De azt mondja, van. De mondom, nincs. De van. Mondom, hidd el, hogy nincs. Körbejártam 66-szor a kertet, és nincs. De van! És elhozta ide erre a területre a játékot, és rájött, hogy tényleg nincs itt egy lámpás. Clockwise, meg még egy. Ez meg 500-ig HP-t ad. Hát, ezért én most már nem megyek vissza. Az a 10% stamina, az kurva jó. Hát jó van. Ez a boss, ez nem tudom, hogy hogy fog sikerülni. Hárman jönnek egyszerre, bazd meg. Thank you.
Fú, te az a varázsló. Beszarultál, meghaltál? Nyilván nem, mert a varázsló közben megszakítja az egyik támadásomat. Na. Az szép volt. Ez a nagy kígyó is nagyon jó! Nem! Nem! Ez most megölt volna. Na, elsőre. Hú! Viszkrálat, akkor visszatöltenek HP-t. Oké. Hasznos dolog. Na, most jön a másik kedvenc ellenfelem, ez a hülye légy. Hajj már meg! Ja, meghaltál. Hú, az anyád, hú, azt hittem ez az a lámpás, ami nekem kell. De ez az a lámpás, ami nekem kell. Jó, hát nem a legjobb ötlet ennyi ledekóval tovább menni, de oké. Kinyitjuk a shortcutot, kitakarítunk. Gyűlölöm. Ez így rádugrik, elkezd marcangolni és kapod a frenzit még mellé. Hogy tudtam behúzni mind a kettőt egyszerre? Elég lett volna csak az egyiket. Nem, Pisti behúzza mind a kettőt, de hogy sikerült neki? Ügyes volt. Többnyire úgy. Arcane Lake, megint rossz gomb. Arcane Lake. Arcane sebzés csökkenti. Jól van. Hát azt hiszem én itt csak végig szaladok. Kihívom a shortcutot. És ott az a nagy döggel egyelőre nem foglalkozom. Igen, ő vele. Téged ki az Isten hívott ide?
Szóval, még egyszer kérdem téged, ki az Isten hívott ide, még én ezt a nagy izé, virág, szörnyet, vagy az Isten gyilkolom. Na. Ez nem dobja le a fejéről a virágot? Vagy az csak dungeonben szokás? Haha! Haha! Döglés van. Már nem értem, tehát konkrétan itt harcoltam. Itt. Ő onnan a sarokból, mert itt volt. Itt állt. Hogy látott meg? Mert itt nem áll. Szóra víz. Menjünk szintet lépni inkább. Menjünk inkább szintet lépni. Nem vagyok benne biztos, hogy ami most következik, az sikerülni fog elsőre, és nem akarom, hogy ő... hogy valahol a Hunter közelében legyen a Bladekom, hogy nehogy ne tudjam utána felvenni. Még egyszer 40 ezret nem akarok elbukni. Négy ezer. Most ez komoly. Ezt össze tudok én kaparni valahonnan 4000-et? Hát ebből biztos, hogy nem. Hát, mondjuk ebből igen. Úgyse fogom hordani. Most csak az egyik darabját adom el, aztán majd később a többit. De tényleg nem fogom hordani. Na jó. Mindjárt megvan a 40-es skill. Aztán mehetünk ilyenekre, hogy HP 50-ig, meg stamina, vagy 40-ig. A HP az fog kelleni a dungeonbe. Az az 50. Csak azért, hogy kevésbé fájjon, ami nagyon fog. Na jól van. Nagyon sokáig egyébként nem tudtam ennek a ládának a létezéséről például. Hallom ám, hogy itt vagy. Nyilván ezzel kell kezdened, te szemét! Hogyha Bladekom ott lett volna fönt, nem biztos, hogy fel tudom venni. Egy igazi paraszt vagy, baszd meg! Egy igazi paraszt vagy! Gyere ide le, te szar! Nem sebzek rá valami jól. Jó, most halok meg, bazd meg. Aha, azt nem kérem. Ezt sem kérem, kösz.
Nem! Nem! Hogy te mennyire egy gani ellenfél vagy, te undorító! Meg sokáig ennek a ládáról létezéséről sem tudtam. Na most felmegyünk a kulcsért. Kinyitjuk az ajtót. És jöhet a pók. Kulcs. Fönn nem tudom, van egy légy, az biztos. De hogy azon kívül mi? Stagger! Hát oké, itt van egy láda. Mi van benne? Oké. Akadj már le rólam! Menj már le! Uiii! Jól van, hát... jön egy olyan boss, amit megint utálni fogok, mert teljesen random. Viszont ehhez a bosshoz berakunk egy ilyen pelletet. Jaj, menjek és essek le, tudom. Tőled is kérem a rúnát. Azt hiszem ez item discover is. Aha. Több tárgy esik a ellenfelektől. Jó, szerencsére az első nekifutásnál még nem támad egyből. Ezt elnyomjuk. Target lock, támadunk. Jó van, lecsaptuk a fél életét. Az nem olyan rossz. Hova teleportálsz? Hopp, ez baj. Nem kéne, hogy rám feküdj. A meteorokat sem kérem. Meghalsz. Hello, Queen. Rájöttem egyébként valamire, hogy elbasztam a klinikás shortcutot, mert hiába nyitottam ki a shortcutot, a klinikára be kellett volna mennem, hogy a zárt ajtót belülről ki tudjam nyitni. Most lehetek vissza az erdőbe. Jó, csak először itt végigfutunk. Aha, és ezen a területen jönnek majd a csánkok nekem szépen. Anyu.
ezen a területen nagyon szépen fognak jönni nekem a csánkok, amiből talán egy darabom van. Úgy tudom, hogy itt van pár. Meg itt van a felső katedrálordnak a kulcsa. Úgyhogy ezen a területen még egyelőre nem megyek tovább, de itt lent van egy chunk. Nem tudom, hogy egy vagy kettő. Egy. Hát ez baj. Örültem volna neki, hogyha mondjuk kettő. Na mindegy. Lámpa. Így. És lépünk szintet. És hogyha a szintet megléptük, akkor visszamegyünk az erdőbe, be a barlangba. Várjál, de először el akarok pattintani egy ilyen nagyot. Mondjuk elpattintjuk ezt is. Ja, merül a telefon, annyi baj legyen. Na. A 40-es megvan, és jöhetnek a HP-k. Jól van. És akkor most ugrik a majom a vízbe. Na, közben rájöttem, hogy egyébként nem volt fölösleges a shortcutot kinyitni. Mert hogyha visszajövök ide, direkt nem a klinikára megyek, akkor innen el tudunk menni a mi az Isten, az a klinikának a hátsó részére, ahol be tudunk menni. Tehát arra minden esetre jó volt a shortcut kinyitása korábban a barlangból. Úgyhogy az előbb butaságot mondtam. Oh, hello! Köszi. Mondtam, hogy ide visszajövünk később. Ő itt átváltozott, átalakult, meg minden, kijött. Szóval átváltozott, átalakult ugyanaz, tehát kijött. És adott nekem egy talán 20%-os viszkrálat akkor. Azt hiszem. Na, szóval. A shortcut nyitva. Hol van a lyuk, ahol feljöttünk? Itt. És nekem meg erre kell tovább mennem. De őt azért megölöm, aki itt lesz balra. Értik, igen, őt. Jó. Fel a tetőre. Hát nagyon remélem, hogy sikerült ezt így megcsinálni. Egyébként nagyon gyorsan ki fog derülni. Rip. Tök gyorsan ki fog derülni. Ezt is szépen kinyitjuk. Ott van Józefka. Itt a meghívó. Szegény Józefka. Átváltozott. Pedig olyan csinos kis leányzó volt. Kérem, mert itt van valami rúna, ha jól emlékszem. De azt hiszem, izét ad. Aha, három darab Blood Vial-t. Ha nekem támad, akkor elbasztam. Ha fent négykézlep kutyapózban az asztalon matat, akkor király vagyok. De király vagyok, mert már most beszélne hozzám. Ez az!
Ez az. God, I'm nauseous. Impostor. Have you found this? It's progressing. I can see things. I knew it. I'm different. I'm no beast. Oh, God. But it proves that I'm chosen. Don't you see how they writhe inside my head? Azt hittem, annyi bladakon van, 1, 2, 3, 4, 5. Rapturous. Szóval az a lényeg, hogyha a Rom előtt jövünk ide, akkor ő itt áll, és ő ez a játékos, ez pont, hogy vele harcol. Na de. Ezt a kordot csak ebben az esetben kapjuk meg, hogyha Rom után jövünk ide. Tehát, hogyha a pókbossz előtt ide tévednénk, akár csak egyszer, ezt a kordot nem kapjuk meg. Hiába öljük meg ezt a imposztolt. Jó, innentől kezdve megvan mind a három. Igaz, hogy kettő van nálam, de az egyiket egy boss fogja adni a játék végén. Úgyhogy a három kord megvan, ami kell a másik befejezés, illetve a bővített befejezéshez. De ettől függetlenül én Ariannától is meg fogom szerezni, és akkor meg lesz mind a négy. Tökéletes. Tökéletes. Jó, közben a listáról lehúzzuk a tripla bosst meg Romot. Így. És adjál szintet. Nem tudsz adni. Szomorú vagyok. 18 000 kell egy szint lépéshez. Mit adjak el, hogy legyen 18 000-em? A student uniformot. És adjál HP-t. SOS. Farewell, good hunter. Jó, azt mondja, hogy bloodgemeket nézzük meg. Van-e olyan, ami ad valami bónuszt? Egyik sem jobb. Na várjál, itt vannak olyanok, amik... Ja igen, mert ezen most van 5,3%-os, és ezek meg 5,4%-osak, plusz méregeffekt. Bánom is, én jöjjön. Jó. Stamina kell. Bullet kell. Bullet nem kell. A Clawmark. 20%-os viszkrálatak. Már jöhet is. A belező kitépő támadása 20%-a nagyobbat fog sebezni. Na, szóval. A következő részről. El fogunk menni. Valószínűleg tartom a kastélyba, megjárjuk. De előtte az Unseen Village. De ott még nem megyünk be a bosshoz, csak ilyen shortcutokat meg ilyeneket kinyitogatunk. Tehát az lesz a terv, hogy a következő részben elmegyünk ide az Unseen Village-be. Kitakarítjuk, felszedünk mindent, arról nem beszélve, hogy itt van 18%-os damage. Azt felvesszük, a boss kaputól visszafordulunk, elmegyünk a kastélyba, ott is összeszedünk minden chunkot, meg utána el fogunk menni az iskolába, azt hiszem iskola, oda meg a Katedrál Wardból vagy Amelia terméből tudunk elmenni, ahol a két Hunter is van. Vagy hát igazából az Unseen Village-nek a lámpájától el lehet oda menni visszafelé. Jó, tehát ez lesz a terv. Unseen Village, a kastély, meg az iskola. Következő részben talán belefér, és a bosszokat meghagyjuk békén. Az Unseen Village-ba a bosst megöljük, és elindulunk szépen
Mikoláshoz. Őt is megöljük, és onnantól kezdve meg lesz a 10-es fegyver. Nice! Szóval megvan a terv a következő részre. Úgyhogy én viszont most elköszönöm tőletek, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Szevasztok!